Nem tudom. Tudnod kell, hiszed, de veled voltál aznap délután, amikor eltűnt. Nem voltam vele. Tudtam én, hogy tagadni fog minden. Hol voltál? Kint csúsztál a jégtáblán, az óvárnál. Egyedül? Igen, és egyedül. Fehér iskolánál jelölt. Igaz-e, hogy láttad Nagypát és Török Györgyöt a város végén, ahogy kifordultak az országútra? Kérem szépen, tekintetes igazgatónő, nem is igaz, hogy láttam, és azt sem igaz, hogy mondtam. Csak Hauti Ferenc fogta rám, hogy én azt mondtam, hogy láttam őket. Ezek szerint nem láttad őket? Nem is mondtad? Igenis nem. Nekem a tanú eredetileg azt mondta, hogy látta a kettőt együtt! Azt mondtam, kérem, hogy a Hauti az hazudta róla, hogy láttam őket. Kérem, a Hauti tud igazodik. Mi fiúk egy szavát sem hiszük el, és nem is barátkozunk vele. Az egész liceumban ő a leghazugabb fiú. Még olyanokat is mond, hogy ő Árpád férjéből származik, de most már ne sem hiszik el. Kérem szépen, nagyon eltértünk a tárgyból. Küldnek ezt a tanút, hiszen sejtelmes sincsen semmiről. Most már mit hazudtak, ez egy valóságos összeesküvés! Valóban magam is többször rajta kaptam, hogy fülent a Hauti. Elmehetsz, Mian. Kivel bizonyíthatod, hogy egyedül voltál az óvárnál? Nem tudom bizonyítani. Bizonyosan sok embert láttál arra már. Igen, láttam, de egyre sem emlékszem. Látod, fiam, ez gyanús. Nagyon gyanús. Milyen lábon álltál a Török Györgyvel? Hát, nem voltunk éppen jó barátságban. Igen, gyakran verekedtek. A verekedés valamifajta diám gyerekek közt nem sokat jelent. Én a legjobb hajtásaimmal is szoktam verekedni. Az csak tréfa. Bírjuk. Kérem, kollégák, ne menjünk bele, ahogy gyártokat üzünk a szavakkal itt. Nem verekedésről van szó, hanem összeférhetetlenségről, civakodásról, esetleg gyűlöletről. Szoktatok cívódni? Megesett néha, de... Szóval gyűlöltétek egymást. Mi nem voltunk ellensége. Ha nem? Csak nem kedvettük egymást. Ezért is nem jártam az ő társaságában. Ezért tagadod? Tagadom. Bocsánat, eltértünk a társadalom. Török György és Nagy Pál igenis vénesre verték aznap egymást. De hát nem a verekedés tényért, izgalmáért verekedtek, hanem olyanokból, amely könnyen lehetett előjártak egy komolyabb vérengzésre. Nem hallnak csak semmi? Bocsánat, Rétyeni, csak én ásítottam. Igaz, hogy több ízben véresre verték egymást? Mindössze egyszer történt, Török György engem szájon vágott, úgy, hogy az ajtomon kiserkent a vér. De én ugyanakkor a fülébe haradtam. Kannibalizmus! Kannibalizmus! És miért történt ez? Politikai okból. Beszélj világosabban. Kecskési tanárnő. Kikérem magamnak, az én nevemet is belekeverjék ebbe a dódiózus ügybe. Én már úgy is reszketek az izgalomtól, én egy beteg ember vagyok. Kíméljenek meg! Ha beteg, menjen haza! Csillapodjék, tanárnő! Folytasd! A tanárnő egy szép napon felébe. Klasszisban. Ausztria térképe lógott a falon. Vette a vast két ceruzát, és keresztette törölte vele a falomban felekcét. Majd azt mondja, hát ez sem a miért már, srácok, nagyon örültek nekem, akkor összesugodott kicsit, de tanítás után odajön hozzám Török György, és azt mondja nekem, hogy abban az elvesztett Lombardiából nem lesz nekünk semmi hasznunk. Mire én azt feleltem neki, hogy ő nem ért a politikához. Ezen aztán halva kaptunk, és jól elválogtuk egymást. Azóta nem történt köztetek semmi. Semmi. Nagyon sajnálom, édes fiam, hogy nem vagy szerencsés a kifogásaiddal. Ugyanis nekünk biztos tudomásunk van arról, hogy te azon a délutánon igenis együtt voltál a Török Gyurival, mert van valaki, aki látott titeket, és az a valaki rám hallott. Hazudott az a valaki! Ki az? Álljon ide! Az a valaki nem hazudott, mert nem is akart elárulni téged. Az a valaki egy fiatal leány, akit ösmert. Egy fiatal leány? Jává Mariska. Ó, a Mariska. Rám vallott. Azt mondta, hogy látod. Azt. Hát, akkor bevallom, hogy hazudtam. Én aznap délután csak ugyan együtt voltam a Török Gyurival. Na ugye megmondta? Volt közöttek szóváltás? Nem, akkor nem volt. Hát akkor miről beszélgettetek? Azt nem mondhatom meg. Pedig édes fiam, rajtad már csak a töredelmes vallomás segített? Az édesanyám életére esküszöm, hogy ártatlan vagyok. Mi az? Nem hallottak semmit? Valaki rosszul letelt a kint. Mindent meg kell vallanod.
Hát ne faggassanak! Ne kínozzanak! Én egy ujjal sem bántottam, Gyuri! Csak nem tudnák elképzelni rólam, hogy gyilkos tudnék lenni, mindennek, csak az a kenyérből gyújt gomba azokat. Mert anélkül, ma ne válnék ki, de Gábel tanár úr gyűlöl engem. Halálosan gyűlöl! Térjünk a tárgyra. Felnőttek, hogy pedig bankobács mentem, meg kell mennem! Halálosan! A húgom! Elnézést, kiszakom is azt mondja, itt most tanácskozás folyik. Tudom, hiszen itt azért jöttem. Nem tagozod a mindjárt! Nem megyek. Hogy lesz így beszélni, egy tacskó? Na nézze meg az ember! Nekem meg kell mondani. Elég, van mindnek te elmondtál! Mit akarod megmondani kislánykám? Az igazak. De hiszen azt már elmondta. Bocsánatok kérek, de én nem mondtam semmit. Fogadtak, gyötrettek, vallottak, de nem mondtam semmit. Maga nem mondta az igaznak, hogy neki látott engem? Senki sem másnak nem mondtam. Hazudtam volna, ha azt mondtam volna. De hiszen akkor ebből elég! Engedelmet kérnék, hogy lágyulat, akinek halványul a bűze sincsen az eset súlyosságáról, a tárgyalók nemből eltávolíthat. Én meg arra kérlek, hogy ezt akkor ők, hogy tartsétek is azt mondták, és vallassak ki. Mert ha csak ugyanúgy a dologról van, akkor az igazság érdekében fel kell vennünk az ő tanúvallomását. Igen, persze, hogy ne. Azért gyűltünk össze, hogy a tiszta igazságot megtudjuk. Akkor felszólítom a kisasszonykát, válaszoljon töredelmesen arra, amit kérdezek. Látva-e Nagypert és Török Györgyöt a korhona felé hívő úton? Engedelmet kérek! De Mariska vallottása fölösleges, hiszen Nagy Pál az imént beismerte. Mert elhitették fel, hogy Mariska kisasszony rám van. Nagyobb tondi maga hangszer, hitte? Még egyszer felszólítom, feleljen az imént feltett kérdésre. Látta-e Nagy Pált és Török Györgyöt? Nem lát. Nem láttam! Ne azt is van, hogy meg meg a fogom! Azért se láttam! Ez ha én ezt előbb tudtam volna! Hát akkor már csak az van átra, hogy miért vette ki a Pali arcképét, ha nem bűnös, az albumból, amikor megtudta, hogy a Hevér asszony felismeri a másik diákot, aki együtt volt a törzsfűnővel. Maga igazán kicsempészte az arcképet. Nem te kérdezel, hanem mi? Azt is meg kell mondanom. Ezt kell mindenek előtt tudnunk, ha azt szeretné, hogy hitelmadjunk a szavának. Elnézést kérem, kiasszony, ez már tártalan. Most immár csak rám tartozik, mint apjának. Mivel Nagy Pál beösmerésben van, Mariska további vallatása fölösleges. Bocsánat, de nekünk minden rendszerre szükségünk van. Jó, én nem bánom, megmondom, hanem... Csak semmi habozás! Az igazságtól nem kell kérni! Küldjék ki! Küldjék ki őt a szobába! Ki? Elegy ki, fiam, az ambitusra! Most már bátran beszélhet kislánykán. Miért sem néztetek a képet az albumból? Azért, mert szeretem a Palit. Ez nem ó. Szereted a Palit. Én nem bátásod. Ó, én nem úgy. Én szerelmes vagyok a Paliba. Én megmerekre esküjön, nem voltak te törőgünk, csak amikor azt hallottam, hogy én elárultam,